Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. A mai heti portré vendége Pályer Imre, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, újságíró, akivel a Magyar Napló szerkesztőségében beszélgettünk. Mikor fordult a költészet irányába, mikor jelent meg az első verse? Az első versem 1983-ban vagy 84-ben jelent meg az Ifjúsági magazinban. Akkor az még nagyon sokat számított egy induló költőnek, ez teljesen más, ez komik Kádár rendszer volt. Ugye a művészeteknek a nagy múzsája az emlékezet, ez is egy ilyen emlékező vers volt. Én a középiskolai pályafutásomat egy szakközépiskolába kezdtem, és mindig voltak nyáron ilyen termelési gyakorlatok, és akkor elmentünk egy építkezésre. Ez egy kicsit ilyen furcsa tapasztalat volt azért egy akkori építkezés, nem is annyira az magáról az építkezésről szólt, mint inkább a közegről, a légkörről. Milyen volt itt a közeg? Hát egy kicsit ilyen ideg légkör volt, meg ilyen darabos, meg ott megismertük az életnek, meg az embereknek is ezt a részét, ugye a hétköznapi dolgozó embereknek, munkás embereknek. El tudom mondani, konkrétan néztem egy ilyen vízcsapot, és ültem egy asztalnál, és ez így eszembe jutott, ez az akkori emlék. Így följött, és akkor a egyre élesebben, és akkor elkezdtem leírni, és éreztem azért, hogy ennek van egy ilyen a mondandótól elválaszthatatlan ez a formája, azt is éreztem, hogy ez egyszerre van, hogy így. És akkor ezt meg is írtam. Azt címet is adtam meg, hogy építkezés. És akkor ezt bevittem ott az Ifjúsági magazinba, ugye az Ifjúsági magazinba, és érdekes, hogy rögtön le is közölték, és milyen bátorítást kaptam, és akkor továbbra is írtam verseket, és akkor szépen sorjában. Az Élet és Irodalom is következett, ahol Bella István volt a rovatvezető. Most neki nagyon megtetszettek az én verseim, és mondta, hogy van egy ilyen egész kolumnás, egy egész újságoldalon keresztül bemutatta a verseimet, még Tóth Bálint írt hozzá ilyen bevezetőt, a költő, és akkor ez is volt. És akkor más folyóiratoknál is elmentem, ugye beküldtem a verseimet, meg sőt, még napilapok is, akkor még nagyon is közöltek verseket. És ezek mind az akkori életről szóltak? Volt benne, hogy például volt egy álkályoszi forma, megírtam egy ilyen hévutazást, ugye Csepelen is laktam egy időben, és ilyen életérzést, álkályoszi formában, ez az antik időmértékben, és például azt az akkori magyar nemzet. Minden hétvégén leközöltek verseket, és akkor én is vittem oda, és akkor például ezt leközölt. Ilyenek, az akkori életi. Persze, voltak ilyenek. És már akkor is ugye vitt bele antik elemeket a verseibe, ahogy most említetted, de ez a mai napig megmaradt, ugye? Igen. Árész szárnya a metrónál csuhan, vagy Hermész a Grand Prix-n. Igen. Szereti ezt, amikor igazából a modern kor eszközeibe, helyszíneibe víz bele antik szereplőket? Igen, megmondom, ez azért van, mert ugye ez most vagy jó, vagy rossz. Az a lényeg, hogy a mai világban az, hogy mi az igaz és a hamis, ez úgy összezavarodott a társadalomban. Bár lehet, biztos vagyok benne, hogy van ilyen, hogy igaz és hamis, de mégis az embereknél ez így meg van kavarva az agyukban, vagy a tudatukban, az életérzésükben, létérzésükben. És egyébként az ókorban ugye ezek ugye a több istenben hittek, és ezek nem is olyanok istenek voltak, mint például ugye a Atya, Fiú, Szentlélek, és akkor azok még hasonlítottak is az emberekhez, vagy de mégsem voltak emberek, és az egész kicsit ilyen nagyon intenzív életérzés lehetett. És hát úgy éreztem, hogy a mai világban is, akkor is úgy éreztem, hogy egyre inkább ilyen elég sok bizonytalanság van a mai világban, már akkor is volt, kiszámíthatatlan sok minden, nem lehet így hosszabb távra előre tervezni, a jövő teljesen inkább kiszámíthatatlan, és az ez kicsit az úgy összefügg ezzel a régivel, a nagyon régi, ebben a tekintetben hasonlítom éppen a jelenhez, vagy éppen a közelmúlthoz. Hogy élte meg a rendszerváltást? Ugye 1990 és 95 között a Kurírnál dolgozott újságíróként. Igen. Egy üzemi lapnál kezdtem én a pályámat, a Csepeli
tehát ez Sziget-Szent Miklósnál volt, Sziget-Halomnál pontosabban, a Csepel autógyár, ez volt az üzemi lapja. Mondom, teljesen más világ volt, minden nagy ilyen gyárnak volt egy üzemi lapja, és aki egy sokan egyébként költők közül, ugye vállaltak ilyen munkát, hogyha nem volt rendes, szóval nem tudtak megélni rendesen. Én is ilyen voltam, és akkor a rendszerváltás egyébként akkor éppen ott a gyár környékén, ez sokkal inkább lehetett érezni, mivel ugye egy nagy gyár volt, és az akkori volt, ugye az benne volt, és hatalmas, nem csak gyári üzemek voltak, nagy zajjal, meg ilyen olajfröccsökölés, hát ahogy kell egy ilyen gyár, akkori gyárban, mert még régi gyár volt, jó, ott ez nagyon nehéz lehetett munkásnak lenni, és akkor azt láttam, hogy tényleg saját szememmel láttam, hogy és tanulja voltam, hogy az egész így hogy kezdi szétesni. És hogy kezdett szétesni? A kis vezető eltűnt. Már úgy értem, már nem úgy, hogy, mint egy horrorfilmben, hanem nyilván elment egy másik hely, de elég gyorsan, tehát váratlanul, hirtelen eltűnt. Akkor egy ilyen üzem, egy egyszerű melóst vittek fel oda, hogy hát ugye a végnapokat az ő nyakába varták, most már így kiderül, és akkor ugye egy pünkös királyság ez gyakorlatilag, hogy nagyon rossz körülmények között dolgozott, mondom, egész korán be kellett mennie, és akkor piszkos, nehéz munkát végzett egész így, és akkor ott egy pünkösdi királyságon ott a levezető napokon, mondjuk egy-két hét, akkor ő volt a utolsó kiszvezető. Aztán vissza kellett neki mennie ugyanolyan munkásnak. Ezt ő is nagyon tudta, az egész arcán ilyen cinikus vigyor volt mindig. Na, és akkor a párbizottságnak az embere is, az is azért, mindegy így eltűntek, akkor a szakszervezet, így már próbálkoztak ilyen KFT dolgokkal, hát ugye, ahogy szokták mondani, a politikai hatalomnak a gazdasági vagyonba való átmentés, de elkezdődött már egy ilyen KFT, és hát mindenki érezte, hogy itt csak a beavatottak lesznek, itt ezek a vezetők, nekik lesz igazán KFT-ük. Aztán lett ebből valami hosszú távon, azt nem tudom, de... Mert hogy a kurírhoz ment ugye 1990-től. Aztán persze, mert megszűnt ez az üzemi lap, hát ugye az is hozzátart, megszűnt minden, megszűntek az üzemi lapok, kétségbe voltam én. Hát akkor még a munkanélküliség az egy nagyon traumatikus dolog volt, ma is az, de már úgy szokásos. De akkor nem, akkor csak felkerestem egy volt kollégámat, aki átment a Nesti Hírlaphoz. Úristen, mit évő legyek, hát megszűnt a munkahelyem, és minden, megszűntek az üzemi lapok. És azt mondja, hogy nem tud semmit. Akkor mondtam, jó volt a szerbusz, és akkor már mentem ki az ajtót, és mondta, jaj, mégiscsak, tudok én valamit, és akkor bele nyúlt be a szemetes kozsárba, és mondta, hogy van egy szóró lap, hogy indul egy ilyen napi lap. Ez hátra segít, hogy az volt a bukéja, hogy egy nap kétszer jelenik meg. És akkor hát ez ilyen üzem. Most már az internet világában ez semmi, mert azért nagyon gyorsan mennek a hírek, de akkor nem volt még internet. És akkor ilyen gyorsaság, ez a gyorsaság, hogy nem 24 órás, hanem 12 órás lap. És akkor mondta, hogy próbáljon meg ezt, és akkor azt megpróbáltam. És azt hiszem Mátyás Ferenc mondta, hogy most sétált itt a Blaha Lujza téren, akkor ilyen árkádos volt ez a boszkoló van, és ez valaki egy őrült kilépett, és valaki beleszúrt egy kést, és az őrült így a véres késsel berohant a New York kávéházba, és így ledobta az asztalra, és akkor véres lett az asztal. És akkor gondoltam, hogy ezt írom akkor meg, mert ugye ilyen bulvárszerű lap volt ez a kúri. Nem bulvár, de bulvárszerű elemek, erősen ilyen elemek voltak benne, bár nem volt igazán így kimondhatóan bulvár. És akkor rögtön fölvettek el, de a kúriba, ilyen eltaláltam ezt, és akkor elkezdődött ez a dolog, ezt csináltam. Én nem írtam politikai jellegű cikkeket. Egyszerűen azért, mert nem voltam erre, tehát nem akartam abba az irányba elkötelezni magam, nem is érdekelt ez a dolog. És a verseiben mennyire foglalkozott politikával akkor? Hát a verseiben az foglalkoztam, inkább ilyen visszaélések érdekeltek, tehát hogy ilyenek voltak, tehát a privatizáció, például versenyben, az egyik versenyben például a Rákóczi úton, az a Hauer cukrászának, szerintem azt többször is bezárták, és aztán újra, és akkor,
hogy ezt például megírtam, ezeket a cégtám. Ezek például érdekeltek. Vagy a rendszerváltozás tényeivel, akkor hát ugye az, hogy voltak éppen egy vezető, az mondjuk az igazi tulajdonos az külföldön van, és akkor az itteni vezető tulajdonképpen egy helytartó, és akkor itt ez nagyon nehéz egy fiatal embernek, ugye egy helytartó fennhatósága alatt eltölteni fiatalságát, ilyen verset, és ilyenek voltak. Én általánosabb életérzésekkel foglalkoztam. És most a 21. században mi az, ami megihleti önt? Hát a 21. század az sokkal idegebb. A véleményem szerint a 2000-es évek azok nem a 90-es évekből. Tudom, hogy naptárilag, ebből látszik, hogy a történelem nem a naptárot követi. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy a 2000-es utáni évek azok mintha nem a 90-es évekből következnének. De miért? Hát nem ilyen, nem ilyen. Hát nyilvánvalóan több minden van. Egyrészt a technikai, ez a kommunikációs technológia az nagyon beleszólt. Kettő, például a 90-es évek, tessék itt, mondtam ezt az üzemi lapot, ahol ilyen édeskét, rocsadás volt, de azért mindenki ráért, meg ott néztük a tévét mindig, még az nyárban is. Akkor voltak ezek a pártok bemutatkozása, teljesen újdonság volt, hogy több párt van, mindenki ilyen szenzációszámba ment. Én voltam a Hősök terén, Orbán Viktor beszédét is hallgattam, amikor elmondta ezt a nagy beszédét, én is ott voltam. Voltak ilyen tüntetések, sok ilyen, és ezek újdonságok voltak, hogy kiment az ember ilyen tüntetésekkel, nem voltak ilyenek, ilyen nagyszabású ilyen utcai megmozdulások, most már ez már semmi. Akkor viszont nem, akkor ez egy szenzáció volt, egy ilyen hogy hű, hát ilyen nem volt, megváltozott az egész, még a levegőben a láthatatlan elemek is máshogy alakulnak, az oxigén molekulák, valami ilyesmi érzés volt. És ehhez képest ma mi van ön szerint? Hát most már nagyon ilyen bezárultak a kapuk igazán volt. Tehát most mondom, hogy az elején, például a 90-es évek elején ez minden még nyitott volt, meg ilyenek, és akkor meg nem lehetett tudni, ilyen vákumszerű volt az egész, és akkor az ilyen sokszor ilyen vicces, meg ironikus volt, és akkor még lehetett azon például nevetni, hogy a Kádár, meg mit tudom, ezeken ilyen nagyokat, például a Nagy Ferónak ad elő, hogy jaj, de jó, hogy vége van, és akkor mindenki ezt nagy teli pofával fújta ezeket a dalokat, és ez nagyon vicc volt. Aztán a második felében már nem van, a 90-es évek második felében már egyre zártabb lett minden. Egyre jobban megmondták, sőt, még így az újságírásban is, ott sok kezdemény volt, és mindegyik kezdemény komolyan vettek először, mindegyik komolyan, és utána jött egy szűrő, egyre inkább minden bekeményedett, lehetett érezni, hogy újra kezdődik valami fajta nyomás az embereken, sőt a lapokon is, tehát a szellemi értelmiségi kiadványok újra bekerültek egy fajta ilyen sávba, ahol hatalmi nyomásokat lehetett érezni, ha nem is úgy, hogy ideológia, nem így, hogy, hanem gazdasági, a tulajdonosokra való hivatkozás, és az kőkemény volt, az sokkal nagyobb nyomás, mint hogyha csak megmondják, hogy mi az eszme, amit már úgyse vett senki komolyan, ugye a késő Kádár rendszerben, de hogy a tulajdonost akkor megszünteti, akkor az már kőkeményen kettően, és akkor megvolt, hogy, és ez egyre inkább ilyen értelmiségi kiadványokon, vagy ilyen helyeken, ez egyre inkább érvényesült, és ez egyre inkább a 90-es években is. Akkor a 2000-es fordulón, hát ott aztán már, ott már a kommunikációs technológia nagyon beszabályozott világ lett, nagyon beszabályozott. A ilyen multinacionális vállalatok is már azért ott már nagyon minden percet lemértek. Egyre inkább lehetett érezni, hogy minden perc le van mérve. Az emberek akkor már nem emberek, hanem gépalkatrészek. Ez most már vállaltan ilyen, és akkor nem, nincs mese. És ön lényegében a verseiben menekült, ezt lehet fogalmazni? Nem, én soha nem. Nem, ez nem menekült, éppen fordítva. Én a verseimben az életnek, nem menekülök az életről, hanem az élet mégis pont a legintenzívebb hatás, mélyébe akarok így belemenni. Pont, igen, ami van abba a legint, nem elmenekülni, hanem nagyon is belemenni, pont a legmélyére. És akkor ez pont erre jó a nyelvű kifejezés, az igazság kimondása. Mindenki eldönt, hogy kinek hisz. Ugye ez a dolog, de mindegyik azért a mélyre akarható. Szerintem a technikai fejlődés is a mélyre akarhatolni, a kommunikációs technológia is. Csak hát egy másik irányba megy. Például a digitális világ, ami,
ami már nem a nyomtatott világ például, így, az ugye például az információ alapegysége, ugye a bit, az a 0101, hát az nem nyelvi, és annak óriási szerepe van, de az nem nyelvi. De szerintem a nyelvben sokkal több lehetőség van, az igazság kimond, a nyelv tud emlékezni is, igen. De valamilyen szinten ön is ugye részt vesz ebben az informatikai forradalomban, hogyha nevezhetjük ezt annak, mert hogy a YouTube-on ugye több videója is elérhető, amelyeken saját verseit olvassa fel. Van olyan videója például, ahol a háttérben igazából egy ilyen összegrafitizált ház mellette ilyen homokzsákszerű alakzatok vannak, és a saját verseit olvassa fel például a Janicsár című versét. Janicsár! Szultánomat én még sose láttam, Janicsár vagyok peremen, létdeliráltan Janicsár, vak prés, ami van, semmi tanulság, Janicsár, hörgés az időm, szétköpi múltam, Janicsár, emlék, amitől izmomat érzem, Janicsár, másé nem enyém, jeltelen érem, Janicsár, én meg rohadok ölni, ha nem megy, Janicsár, nem létemet én rád lököm, és majd Janicsár, így surranok át, mint a fehér zaj, Janicsár, a képek alatt, mint a morajlás, Janicsár. Egyrészt ez egy intézményi kezdeményezés volt, ugye itt az Irodalmi Jelen, ami erősen ugye internetes is, bár mondom, nyomtatott kiadványa is van. De miért pont ilyen hátteret választottak? Hát mondom, ez olyan, mint egy filmgyár, nem filmgyár, de hasonló, hát inkább ugye a szervezőknek az ötlete, és én hát részt vettem egy produkcióban, ugye, amiben az jó is, bár én szerintem, én mint költő azt mondom, hogy itt is inkább az, hogy hogyan tudom a élő szóban, de mégiscsak a nyelvvel és a szavakkal, meg a mondatokkal átvinni azt, amit akarok, és tehát én nem a bitekre gondoltam, hogy bár annak van egy nyilvánosság kialakítása. Mi az az információ vagy üzenet, amit ön át szeretne adni a költeményeink keresztül az olvasóknak? Igen, amit én, hát most így nyilvánvalóan mindig a költeményben van, mert hogyha most ezt az ember így elmondaná, akkor már nem írnám meg a költeményt. De az például nagyon is benne van, hogy én Magyarországon élek. Az benne van. Ez az egész régió. Ez abszolút benne van. Ez mindig is, nem úgy, hogy kiírom, hogy én kire Magyarországon élek, és akkor minden, nem így. Hanem, de ezekben a versenynek az, hogy mit akarok, az nagyon benne van, mert én nekem ez a léthelyzetem. És akkor arra gondolkoztam is ezen például sokszor, hogy tegyük fel, hogy itt valaki, hogy én bele is érez ugye, abban, hogy milyen itt élni vagy, és itt hosszan, tehát úgy történelmi támogatás. És és akkor ezt meg is van formálva. Meg is formálódik. Az más azért, mert az jobban áll, az akkor egy beszéd, egy ilyen megformált beszéd, a szónak sokkal több tulajdonsága kijön, mint egy hétköznapi beszédben, ugye? Megformált beszédnél. És ez itt formálódik, a magyar nyelven formálódik meg, nagyon fontos. Olyan a tudatalattit is olyan hatások érik, amelyek ugye a magyar kultúrából jönnek, a magyar történelemből és a magyar léthelyzetből jönnek, meg ez a földrajzilag is. Máshogy gondolom, itt biztos máshogy süt a nap. De igen, más a levegő, más az egész, más, hogyha az ember kimegy az utcára, máshogy lép. Úgy máshogy kell fel a nap. Ugye? Szóval akkor ezt kimondja az ember. És akkor az a cél szerintem, hogy bizony egy másik kultúrának, egy másik földrészben is elolvassák. És akkor ez hasonló arra, ott is hasonló. És akkor itt jön egy magyar költő, akkor ott jön egy másik, egy mondjuk, mit tudom, egy svéd költő, vagy mit tudom, egy venezuelai, és akkor ott legyen egy olyan párbeszéd, hogy valamit érezzen, hogy hát ugye, először is mindannyian emberek vagyunk, egy emberi létben vagyunk, és de végig különbözőek vagyunk. És akkor tiszteljük egymást, és ismerjük fel a magunkat a másikban, és fordítva is.
Ez nagyon fontos. Ehhez viszont tényleg költemények kellenek, mert ki kell mondani azt az életérzést, azt a létet is, létigazságot is, ami itt van, és ez csak itt van. És csak ez, hát egy, igen, és ezen a nyelven van. Egy másik nyelv, más mondaná ki. Szereti ön felolvasni a saját verseit? Igen, igen, szeretem felolvasni a saját verseimet. Azért is, pont ezért, hogy egy, hát először is a költészet egy tulajdonképpen egy archaikus művészet. Egyébként szerintem az. Nem a, hát volt az előtt is, mielőtt még írásbeliség kialakult volna. Tehát ezt aztán később írták le. Aztán van ez, hogy az hogyan hatott a költészetre, hogy már leírtak mindent, a verseknek a létmódjára, az ilyen létezik, tehát a 20. században már nem is vannak olyan versek, amelyek már ezt érzik, de maga érdekes módon ez a fajta művészet, ez erősen ősi jellege, archaikus. Szeretek az élőben találkozni a közönséggel, megtapasztalni zsigerileg, ott vagyunk én többször is megjelentem az év versei antológiában, mindig a Thália színházban voltunk. Ott szemben van a közösség és a közönség, egy közösség is egyszer, és mind ott vannak ugye a költőtársak, az egy beszélgetnek, és akkor így együtt vagyunk. Ez egy más dolog. A költészet hozza ezt, hogy együtt vagyunk. Ott felolvassuk verseinket, tényleg érdekli az ottaniakat, akik oda jönnek, elég sokan jönnek. És akkor ez egy nagyszerű érzés. Tele van ez a színház, utána még vannak rádiós felvételek is. Ez is nagyszerű, nagyon örülök ennek. És hogy látja, mi az ön, illetve kortárs költőtársai szerepe ma Magyarországon? Hát akkor Mint mindig. A költőknek az a szerepe, ez nem változott, és itt Magyarországon is ez, hogy az olyan, az itt hogyan, mi az, hogy emberi élet, az emberi hogyan viszonyul a világhoz, ennek van egy tapasztalat, mit tapasztal, és ezt úgy kimondani, olyan tapasztalat, ami nem fedhető le mással. Tehát nem fedhető le, tessék, a kalkulatív, vagy a haszonelvű, tehát az érdekekkel, ami hát most erős. Tehát az üzleti világban az nem az. Tehát ott a haszon a döntő, és nem az igazság. Létezik viszont teljes igazság ön szerint? Tehát teljes 100%-os igazság? Minden költeménynek azok egyéni igazságok. Minden költemény egy egyéni igazság, hogyha jó persze, a remek műről van szó, akkor az egy egyéni igazság. Azért nem lehet másként egy költői mondatot, nem lehet szórendet itt cserélni, meg ilyen, mert akkor az úgy van. Olyan, mint egy... Az, tulajdonképpen van ebben valamilyen ceremoniális jelleg is, mert hiszen csak úgy szólal meg. Mert hogyha nem úgy szólalna meg, akkor bezárulna az egész. Tehát valami föltárulás van benne, és ez az, ami... Egy csomó minden ezt az igazságot, a politika is megcélozza az igazságot, a jogrendszere is megcélozza az együttélés, az emberi együttélés igazságát, a tudományok, természet, a gép, villamos, vagy akármilyen műszaki tudományok, a technika, de van olyan is, amit az nem tud, ez meg tud, és ez, de nem, én soha nem állítottam szembe se a közgazdaságot, se a műszaki tudományokat, se a költészetet, se a művészetet. Ezek inkább kiegészítik egymást, hiszen mindegyikben van valami, amit a másik nem tud. És itt a költészetben is van olyan, amit csak a költészet tud. És itt Magyarországon is ezt kell kimondani, hiszen ez nyelvi kérdés. Ez a nyelv, a nyelvben van olyan, a nyelv emlékezik, és a nyelv párbeszédet is tud képezni, hiszen a szavakkal megértjük egymást, de ugyanakkor egy emlékezés is van. Ha nagyon odafigyelünk a szavakra, az ízes szavakra is, ott megérezhetjük, hogy mi volt, mint 600 évvel ezelőtt, vagy 700, vagy még régebben. És akkor ez mond valamit. Ez az, amit egy történelmkönyv nem tud megmondani. Volt ugye Kazinczy Ferencnek a nyelvújítás. Vannak olyan versek, ugye, amik a nyelvújítás előtt íródtak. Mennyire mások, mint azok, amelyik a nyelvújítás után. De úgy, hogyha lassan olvassa őket az ember, hagyja, hogy hassanak rájuk ezek. Teljesen másként, azok olyan, mint a kódexek. A kódexek is azok könyvek, de más, mint a nyomtatott. Ugye? Aztán most például, mint egy ilyen digitális, ugye egy mikroprocesszor, vagy képernyőn olvasni, teljesen más, mint nyomtatott könyvet, és ilyen lehetett az, amikor kódexet olvastak. Egy kódexet úgy olvastak, hogy együtt van az, szinte az egész testével olvasta.
És mondom, a költészetben is ilyen egyébként. Az is valami archaikus dolog alapvetően, ami mindig is lesz.